Vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. A ló az ló. Egy nem mindennapi könyv, ami eddig itthon soha ellenmondott, le nem írt őszintességgel van a lovakról. Egy könyv, amely új fejezetet nyit a ló és lovas ember kapcsolatában. A lovak bibliája. A ló az ló. A könyvet megrendelheti az alábbi linken lovaskönyv.hu. Sportosak! Taxit szeretne rendelni? Ne tétovázzon! Hívjon engem! Igen, jó hallotta, engem! A Taxify támogatásának köszönhetően kellemes utunkat akár egy sportos beszélgetéssel is feldobhatjuk. Utazzon velem a sport és a fair play szellemében. Hívjon! 70 94 80 98 1 A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Patakfalvi Miklós, a Magyar VTF Taekwondo Szövetség elnöke. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, üdvözlöm a nézőket! Folytatódik, nektek már folytatódik a versenyszezon, ugye? Már benne vagyunk a sűrűjében, nagyon is. Aztán most jön Afrika. Egymás után. Egymás után, most hétvégén, húsvétkor a felnőtt csapat utazik Agadirba, Marokkóba, ahol a VT President's Cup Afrika kerül megrendezésre. Ez azért került be a versenyprogramba, mert kétszeres szorzó a világranglista pontszerzés szempontjából, és ráadásul extra kvótát lehet szerezni a kontinens viadalra, tehát így egy csapásra akár két legyet üthetünk. Hány versenyző megy? Összesen 4 versenyző megy, 3 lány és 1 fiú. Ki az egy fiú? Az egy fiú Egyházas András. Ki az esélyes a 4 versenyző közül? Kit érdemes megemlíteni, hogy talán odaér? 3 lányból bármelyik odaérhet. Uh-huh. Kocsis Edinától ugye reménykedünk, mert ő még mindig klasszisunk, és a vezér egyénisége a csapatnak, de a Luca, Patakfalvi Luca és a Patakfalvi Csenge, akik még ketten, ők is bármelyikőjük odaérhet egy jó helyezéssel, akár a dobogóra is. Mondjuk a Lucának nehezebb egy kicsit, mert ugye most kezdte ebben a szezonban a felnőtt versenyt. Igaz, hogy Szlovéniában már aranyéremmel mutatkozott be, de azért... Ez egy erősebb másokat. Hát ez egy erősebb verseny, az egy G1-es volt, tehát az alap világranglista pontszerző versenyek között, és ez G2-es, ez a dupla szorzós. Fontos a világbajnoki pontok gyűjtése egyébként már most? Igen, a világranglista pontok alapján lehet olimpiai kvalifikációt szerezni egy részről. Tehát az első 6 helyezett az olimpiai világranglistán automatikusan kvótát szerez. Tehát ezek már íródnak bele, és ezek már igen. De emellett még a Grand Prix-hoz is fontosak, hiszen az első 31 helyezettje az olimpiai világranglistának az lehetőséget kap, hogy a Grand Prix-kon is megmérettessék. Eddig ugye Edina és a Evelyn, Gonda Evelyn az, akik benne voltak az első 31-ben, és az elmúlt évben részt vettek ezeken a Grand Prix versenyeken. Reménykedünk benne, hogy a többiek is fölkapaszkodnak most, utánuk. Most van még magyar? Most ebben a pillanatban, aki Grand Prix esélyes, az jelen pillanatban Edina. Evelyn is most egy kicsit lejjebb csúszott, ő keveset versenyez az egyetemi tanulmányai miatt egy kicsit elfoglaltabb, mint korábban. Azt gondolom, hogy az év második felére azért vissza fog tudni kapaszkodni.
Akkor kimentek, és akkor meglátjátok, hogy mi lesz ebből. Kimegyünk, meglátjuk, hát kis csapattal megyünk és jövünk. Pénteken utazik a csapat, szombaton mérlegel, vasárnap versenyez, hétfőn már utaznak is haza. Személyez utánpótlást Tunéziába. Igen, alig, hogy ők megjönnek hétfőn, szerdán már indul a ifjúsági olimpiai kvalifikációra és az ifjúsági világbajnokságra egy nagyon kis csapat. Sajnálatos módon mindössze 3 versenyzőt tudunk indítani. Ennek alapvetően anyagi vetülete van, ugyanis jelen pillanatban szinte nulla a számlánkon a pénz, ami rendelkezésünkre áll, tehát így nagyon meg kellett húznunk a felkészülési programot és edzőtáborokat. Most hát olimpiai sportágról beszélünk, a VTF Techban olimpiai sportág. Igen. Erre az évre akkor nem kaptatok még semmit? Hát eddig még nem kaptunk semmit sem. Sajnálatos módon mi a tavalyi évből azért átmentettünk olyan 7-8 millió forintot, az idei saját bevételeink azok még egy másik 2-3 millió forintot hoztak, de hát ezek a felkészülési versenyekre, a fizetésekre, tehát a működésre elmentek. De hát ez olyan kevés pénz, hogy ennyi pénzért megy, és magyar játékosok le se öltöznek, futbolistákra gondolok. Fel se veszik a csukát. Igen, az egy más, tehát annyi, más dimenzió. Ha hozzájuk hasonlítjuk, ugye, akkor ez... Igen, ez, hát mi egy évben, most erre az ez évre... Ez nagyon filléres összeg. Erre az évre 21 millió forintot kapunk az EMI-től, ebből 12,5 millió forint, ha jól csalódom, a szakma, és 8,5 pedig a működés. Tehát nagyon-nagyon szűkös lesz. A tavalyi évben ugye volt az az extra támogatás, ami jó eséllyel az olimpiai remények, az olimpiai, Budapest olimpiai pályázatának a reményében a kis sportágak is megkaptak. A tavalyi évünk az ilyen szempontból először a történetünk során, 29 éves történetünk során először volt egy nyugodt, kiegyensúlyozott évünk, amikor tényleg olyan programokat tudtunk, amivel előre lehetett volna lépni, de hát egy évben földobunk programot, következő évben már le kell vágni, ez inkább majdnem, hogy elégedetlenséget fog magával hozni, attól tartok, mert hát számítanak most már azért az edzőink is, hogy a továbbképzésekben olyan programot tudunk neki benni. Tavaly el tudtunk vinni 8 edzőt Koreába, a sportág ős hazájába, hogy egy kicsit a helyszínen, a kultúrával is, és hát értelemszerűen a szakmával is közelebbi barátságba keveredjenek. Ez most idén biztos nem fog összejönni. Visszakanyarod a sportra még. Fiataloktól Tunéziában mit vársz? Hát az a 3 versenyző, aki mellett végül is pálcát törtünk, és akik utaznak a csapattal, mind a 3-an már kontinens viadalokon letették a névjegyüket. A Kopcsik Laura tavaly a Junior Európa bajnokságon bronzérmes volt, előző évben Józsa Levente a Kadett Európa bajnokságon volt bronzérmes, azt megelőző évben pedig a Berei Béla a Kadett Európa bajnokságon aranyérmes volt. Tehát mind a 3 versenyző olyan. Többet nem is tudtunk betenni a csapatba az említett anyagi nehézségek okán, de hát ennél még fájóbb egy kicsit, hogy egyedül egy edző tud a csapattal tartani, orvos, pszichológus, masszőr, fizioterapeuta, sajnos nem, mert arra már nem futja a keretből. Mi a baj? Tehát olimpiai sportágról beszélünk. Na most itt az eredményességet nagyon ne nézzük, hiszen labdarúgás eredménytelensége után azt hiszem egyetlen sportágnál nem főer, nem sportszerű, hogyha eredményességet ennyire szigorúan nézzük. Voltak eredményeink is, tehát még azt se lehet mondani, hogy nem voltak. Tehát az elmúlt néhány évben minden évben hoztunk világversenyről legalább egy-két érmet. Tehát még ez sem lehet, hogy... Tehát még ez is. Akkor mi igaz, hogy tavaly csak utánpótlás szinten hoztunk, tehát U21-es és junior Európa-bajnokságról hoztunk érmet. Hát nem tudom, nem vagyunk a legeredményesebb sportág, ezt tudjuk, nem vagyunk a legnépszerűbb hazai sportág, ezt is tudjuk, de hát 209 országa van a világszövetségnek. Tavaly a világbajnokságon 183 ország. Nagyon kevés olyan sportágat lehet ma azt hiszem oda tenni, hogy egy versenyen, egy világbajnokságra 181 néhány ország jön. A dzsúdósok, akik igazán népszerű sportág szerte a világban, budapesti világbajnokságon 130 körül létszámmal indultak. Nekünk 183 ország, plusz egy refugee csapat volt. Tehát
hihetetlen mezőny, és ebbe kell nekünk úgy eredményt elérni, hogy azután, ha van eredmény, akkor itthon esetleg egy kicsit több támogatást kapunk, ha nincs eredmény, akkor hát ez most nagyon nagy tétje hát a ifjúsági olimpiai kvalifikációnak is. De olyan sok pénz nem kell, most ha valamelyik videóton labdarúgó azt mondja, hogy csak egy havi fizetésemet odaadja nektek, mert szereti a tekvandót, mert lehet, hogy a gyerek is tekvandozni fog, az már az nektek bőven elég lenne, és őt nem viselni, mert ez csak egy ötlet volt, hogy hát ha valaki esetleg veszi a fáradtságot. Hát az Ibrahimovics, az, mint tudjuk, egy tekvandó feketőves egyébként, de hát ő valószínűleg a saját csapatának fogja, hogyha a helyzet úgy hozná az anyagi támogatást. De ez borzasztó, ez borzasztó. Hát az a rettenetes benne, hogy tényleg 29 éve erőlködünk itt, most bocsánat, hogy így fogalmazok, igen, de igen, tulajdonképpen igen. Így van, és hiába érünk el azért eredményeket, igazi látszatja, igazi következménye legalábbis anyagi vonatkozásban nincsen. Tehát tudjuk, hogy a magyar sport elég sok pénzt kap, és ennek nagyon örülünk, mert minden egyes sportág megérdemli. Nagyon fontos tényleg, hogy minden sport a lehető legjobb feltételeket tudja biztosítani, akár a versenyzőknek, akár a tömegsportnak, mert az egészséges életmód és minden. De hogy mi miért szorulunk ennyire ki a szélére, azt azért tényleg néha nehéz megérteni, és az ember azt mondja, hogy de miért is dolgozom én 29 éve azért, hogy ez a sportág egyről kettőre jusson a világban tényleg mindenhol. Tehát most azért az a 209 tagország az önmagáért is sokat igen. beszél. Tehát az egyik legnagyobb, az első ötben van kényelmesen azok közül a nemzetközi sportszövetségek közül, akik a világban működnek. Igen. És hát ezért lenne fontos most megint csak az, hogy ezen az ifjúsági olimpiai kvalifikáción valaki kvótát szerezzen. És mind a három gyerekben benne van ez a lehetőség. Kérdés, hogy ha tényleg háttér, az egyetlen háttértámogatás az edző, aki ott lesz velük, hogy eredményt érjünk el, mert akkor az talán a következő évben majd egy kicsit könnyíti az életünket. Persze jön a felnőtt Európa-bajnokság hát utána. Nehéz. Hát Kővágó Zoli volt az, aki korrektül megmondta, hogy egy edzővel nem lehet kimenni semmilyen versenyre. Mindenhol csapattal mennek, ma már ez annyira összetett az élsport, hogy nem lehet egy edzővel kimenni. Igen, hát most, hogyha azt tehát mondom, nevetségesi hogy... válsz a kintiek számára, és onnantól kezdve, nem tudom mennyire igaz ez, de még befolyásolhatja a bírókat, és minden, hát ezek szerencsére bírónk lesz. Elnézést, jött mentek, senki, csak éppen jön egy kísérő velük, aztán ennyi egy jegyző, tehát igen. Vagy éppen ezért fognak megsajnálni, de inkább általában úgy szoktak, hogy mindig az erősebb felé. Szerencsére azért az elmúlt néhány évben ezek az eredmények, amikről beszéltünk, ezek elég jó hírét keltették a magyar tekvandónak. Tehát majdnem azt kell mondanom, hogy jobban elismernek bennünket külföldön, mint itthon. Nem félünk attól, hogy emiatt hátrányba kerülnénk. Attól félünk, hogy azért nem tudják a gyerekeink a maximumot kihozni, mert viszont nekik szükségük lenne erre igen. a háttértámogatásra. Tehát az, hogy oké, most sikerült egy csapatot összeraknunk az elmúlt évben, és most van erőnléti edzője az alkeretnek, van dietetikusa az alkeretnek, van pszichológusa az alkeretnek, van fizioterapeuta, gyúrója a csapatnak. Tehát nagyjából sikerült egy olyan tímet összehozni, amelyik tényleg intenzíven tudja és tudná még jobban segíteni, ha a versenyekre is el tudna menni. Az orvosunkat nem tudjuk magunkkal vinni, a gyúrónkat nem tudjuk magunkkal vinni, mert nincs miből. Tehát örülünk, hogyha a gyerekeknek tudjuk a megfelelő feltételeket biztosítani, és reménykedünk abban, hogy elég edzettek ahhoz, hogy ugyanúgy, mint hogy az eddigi versenyeken, most ezen a kiemelt versenyen is jól tudnak akkor muzsikálni. Egyetlen megoldás marad, annak az egy edzőnek mindenhez értenie kell. Igen. Nincs más megoldás. Univerzális, igen, univerzális edző. Hál' Istennek... Ki ez az univerzális? Galabos Bence, ő az, aki a gyerekeket vezényelni nap, mint nap. A szövetség vezető edző válogatott. Ő a válogatott vezető edzője, a felnőtteknél és az ifiknél is, rendkívül lelkes, rengeteget dolgozik, tehát ő délelőttönként, minden délelőtt legalább 3-4, de van, hogy 5-6 egyéni edzést vezet, és minden délután szintén edzést tart a csapatnak. Tehát
A mi oldalunkról a lehetőségekhez képest igyekszünk mindent pár megtenni. Pár emberrel mindent megoldja. Hát, most ez van. Igen, most ez van, és itt így kell, és teljesen mindegy, hogy milyenek a feltételek, nekünk így kell, ezek között a feltételek között kell produkálnunk, és hát megpróbáljuk természetesen, mert ahogy 29 évig, ahogy mondtam, megpróbáltuk, és azért voltak eredmények az elmúlt időszakban, nehéz helyzetünk ellenére is reménykedünk benne, hogy a gyerekek most sem fognak csütörtököt mondani. Tóth Balázs. Igen. Egyes hírek szerint hazatért, és valamiben meg is állapodott a szövetséggel. Mi igen. igaz ezekből igen, a pletykákból? Ezek nem pletykák, ezek nyílt titkok, mondjuk így. Balázs valóban a görög szerződését családi okok miatt. Korábban ő volt a korábbi válogatott edző volt, Bence előtt ő volt a válogatott edző. Remek eredményeket ért el a csapattal is, és korábban, mint versenyző is. Aztán Görögországba szerződött, most családi okok miatt úgy alakult, hogy haza kellett, hogy jöjjön. És hát most az Európa-bajnokságig kötöttünk vele egy együttműködési megállapodást. Az mikor lesz az EB? Az május 10-13, uh-huh. és ő most segíti a válogatott, az A-keretnek a munkáját, uh-huh. egyrészt szaktanácsadó, másrészt pedig hát segíti a Bencét, amikor Bence uh-huh. külföldön lesz az ifjúsági csapattal, akkor ő fogja itt a felnőtteknek vezetni, sőt most Agadirba is ő kíséri el a felnőtt csapatot, mert az ifjúságiakat nem hagyhatja a Bence magára pár pont napon az utazás igen, előtt. Igen, igen. Meg amúgy ott, sem. Hát semmilyen szempontból igen. sem. Tehát, és ugye ez Marokkóba lesz, megjönne, és másnap indulhatna Tunéziába, ahol az ifjúsági olimpiai kvalifikációs ifjúsági világbajnokságra kerül sor. Úgyhogy a Balázs ilyen formában segíti és most a munkánkat. Mi az elvárás, mi a kritérium? Ugye azt mondtad, hogy az Európa bajnokságig. Hát most egyelőre nincs olyan, hogy kritérium. Ő segíti a csapat munkáját, uh-huh. és aztán majd meglátjuk, hogy hogyan tovább. Ez megint csak függ az anyagiaktól is, uh-huh. nagyon függ attól, hogy mennyire tud visszailleszkedni. Nem volt rossz a bemutatkozása, mert Szlovéniában már ott volt a csapattal, uh-huh. már versenyzők mögött ült, uh-huh. és a versenyzők jól teljesítettek vele. Volt, aki jól volt, aki uh-huh. kevésbé jól. Tehát, de hát normálisan, szerencsére azért... Akkor a görögöktől végleg elköszönt? Hát gondolom, hogy legalábbis abban a formában igen, de azt például tudom, hogy Görögországban most nyárra megint hívták őt edzőtáborba, uh-huh. nem is kis kaliberű partnerekkel, hanem iráni edzőkkel fog uh-huh. közösen dolgozni majd. Tehát azért az ő nemzetközi ismertsége, elismertsége az továbbra is működik, és ennek megfelelő tart nemzetközi szemináriumokat, uh-huh. nem itthon, hanem utazik külföldre, tehát volt Olaszországba, Csehországba, Ausztriába, uh-huh. pár hónapja jött haza, és már azért elég sok helyre elcsábították őt így egy ilyen hosszú hétvégés uh-huh. szemináriumra. Ilyenkor a világszövetség, vagy adott ország, aki szer, az küldje meg, ki volt neki? Vagy rajtatok keresztül? Az adott történt? Ország. Nem, ezt, ő direktbe uh-huh. az adott ország. Tehát uh-huh. persze miután most egy együttműködésünk van vele, egy 3 hónapos szerződésünk, velünk előtte egyeztetnie kell, de egyébként eddig is tájékoztatott bennünket mindig folyamatosan, még Görögországból is folyamatosan együtt gondolkodtunk, és rendszeresen beszéltünk arról, hogy mit és hogyan csinál ő ott kint, és mi itthon. Felnőtteknél, most a versenyzőkre gondolok, minden rendben? Hát, helye közel minden rendben. Edina remekül dolgozik, és úgy tűnik, hogy volt azért egy egészségügyi problémája, még mindig a vérképe nem 100%-os, de ettől függetlenül teljes munkát végez, uh-huh. maximális munkát végez, jó a formája, Szlovéniában uh-huh. is remekül teljesített, tehát én azt gondolom, hogy az ő rutinja, tapasztalata, tudása, az ezzel a pozitív attitűddel, ez ismét eredményekhez fogja segíteni. A kvalifikáció után volt egy gödör, és úgy tűnik, hogy ennek a gödörnek most már vége, kijött, és már kijött belőle, igen. De akkor majd itt kiderül? Hát az Európa-bajnokságon biztos, igen. hogy kiderül. Gondolom ez neki is fontos, hogy lássa, hogy hol tart, mennyire
vetette őt vissza. Egyrészt azért a lelki trauma, amit a sikertelen olimpiai kvalifikáció okozott, másrészt pedig azért ez a fiziológiai probléma, ami fönnáll nála az elmúlt évben. Tehát én nagyon bízom benne, hogy ő teljes értékű harcos lesz, és ugyanolyan nagyszerű eredményekkel fog megörvendeztetni bennünket, mint korábban is tette. Visszakanyarul egy kicsit a pénztelenségre. Nincs pénz, ugye, és nem gondoltatok arra, hogy a többi más sportág is csinálja. Honosítotok egy versenyzőt, egy felnőtt versenyzőt? Igazán mi magunk nem gondoltunk erre, habár Gonda Evelin honosított versenyzőnk, ilyen értelemben, bár magyar apukája, magyar anyukája van, magyar útlevele van. Aki egy EBVB-n azért úgy megy, hogy valóban jogos tőle az érem. Hát az elmúlt időszakban volt egy-két ajánlatunk, hogy így vegyük. Ők jelentkeztek? Akár igen, akár még iráni versenyző is, és az irániak a világ szűk élvonalába tartoznak. Igen, most csak ugye a szokás mondani, hogy ott is van egy, ott sem mehet mindenki egyszerre fel a tatamira, a küzdőtérre, tehát mindig van, aki lemorzsolódik, noha lehet, hogy nincs nagy különbség. Igen, azért, hát az aranycsapatba bekerülni sem volt egyszerű, van. És számos klasszis játékos akkor nem tudta kifutni a pályáját, ez így van. Na most nem hát vitás. Lehet, hogy ott se akar mindenki a kispadon ülni, és arra várni, hogy megsérüljön a csapattársa, akkor inkább nézze egy országot, ahol tudja, hogy küzdhetek, sportolhatok, versenyezhetek. De hát ezzel együtt is azt gondolom, hogy iráni versenyzőnek a honosítása nem olyan egyszerű, hiszen hogy kap magyar állampolgárságot, azért ide kéne költöznie, ahhoz olyan fizetést és olyan feltételeket kellene tudnunk biztosítani, hogy az ő fejlődése is töretlen legyen. Na most mi ezt nem tudjuk itt Magyarországon. Tehát azért ott, ahol, ha jól csalódom, 5 millió tekvandós van Iránban, és liga rendszerben hétvégenként rendszeresen versenyeznek, na most ahhoz képest mi sajnos nem tudjuk ugyanezeket a feltételeket. Most nem beszélek a nemzetközi versenyeztetésről, mert abban is azért szolidabbak akkor vagyunk. Akkor ez nem fog működni akkor. Hát így ebben a pillanatban biztos, hogy nem, tehát saját erőből kell, hogy megoldjuk. Egyébként én inkább vagyok híve annak, hogy mi saját erőből oldjuk meg. Uh-huh. Nem könnyíti az életünket az, hogy a tömegbázisunk nem elég széles. Újra le kell adni akkor a Linda filmeket. És akkor hát, ha megint jelentkeznek. Igen, hát a Nórával kapcsolatban vagyunk, tehát ő azért... Az oké, na de a filmet újra kell a tévé, hogy hát ha... Szerintem elég sokszor megy a Linda, igen? Még most is a különböző csatornákon. Én az elmúlt... Bocs, én nem láttam. Én az elmúlt 5 év alatt nagyon sokszor bele botlottam, és örömmel, mert az egyik másikban jó magam is szerepeltem is, meg hát ugye... koordináltam igen. is a jeleneteket, és hát a Nórának az edzője is voltam. Igen, hát gondolkodunk mi is ebben, bár a filmet mi magunk nem tudjuk semmilyen területen sem propagálni, igen. hogy tévék lehozzák, de Nórával a kapcsolatot azt tartjuk és erősítjük. Reméljük, hogy a közeljövőben lesz ennek egy látványosabb megjelenése is, most nem akarok még előre szaladni, és nem akarok elkiabálni akkor semmit sem. Akkor ráhibáztam valamire. Akkor. Igen, ráéreztél. De hát ebből még most nincs pénz, viszont meg hát mentek versenyre. Igen. Tehát kellenek a rövid távú gyors megoldások is. Hát kellenének rövid távú gyors megoldások is. Van egy koreai tanácsadónk, aki be reménykedünk, hogy a koreai cégek felé majd tudja úgy prezentálni a tekvandót, mint a koreai kultúrának egy fontos szeletét itt 8-10 ezer kilométerre távolabb az őshazától, és akkor esetleg az az igazság, hogy már többször futottunk ennek neki, és kisebb részsikereket értünk el, de igazán komoly áttörés nem volt. Nem egyszerű, tehát ők is itt a Magyarországon igazán népszerű és a médiában is napirendre kerülő sportágokat támogatják a legszívesebben. Tehát ez a lokál patriotizmus annyira nem veri szét náluk sem a lehetőségeket. Szóval sajnálatos módon, de hát reménykedünk. Szóval a Koreai Követségtől, a Koreai Kulturális Központon keresztül azért kapunk mindig egy kis támogatást, de azt a hazai versenyek rendezésére fordítjuk, mert hát
az sem egyszerű. Tehát ugye a hazai bajnokságokat úgy tudjuk megrendezni, hogy azok méltóak legyenek egy országos bajnoksághoz, ahhoz is kell pénz, a kluboknak nincs pénzük annyira, a szövetségnek szintén nincs pénze, tehát valamilyen más megoldást kell. Hát ez egy megoldás, ez egyfajta megoldás, egyfajta segítség. A saját bevételei egy-egy versenynek azért nem elegendőek ahhoz, hogy azt úgy zökkenőmentesen le lehessen futtatni, még akkor sem, ha a szövetség biztosítja a technikai felszerelést hozzá, mert a tatamikat, a elektronikus védőfelszerelést, a pontozó rendszereket, ezeket mind a szövetség biztosítja. De hát még ez is kevés ahhoz. Zárásként akkor azt lehet megállapítani, hogy most Afrikában mind a felnőtt, mind az utánpótlás tulajdonképpen az életben maradásért fog küzdeni? Nem szeretném ezt így kiélezni. Noha valójában a lényeg legalábbis az ifiknél. A felnőtteknél nem, mert a felnőtteknél az Európa-bajnokság lesz a legfontosabb, és utána van még egy U21-es Európa-bajnokság, tehát ott még azért több lehetőség van. De minél többet úgymond bekérdezni, persze. Hát minél többet, ez így van. A President's Cup azért lenne jó, hogy esetleg plusz kvótát szerezünk, plusz a világranglistán pontokat. Sajnos a Grand Prix-re sem kapunk semmi extra támogatást, tehát azt is ebből a szűk költségvetésből kell kigazdálkodni, és oda egy-két versenyzőt hívnak meg, viszont a költségek horrorisztikusak. Tehát egy versenyző, egy edzővel utazik, senki mással, az durván 1 millió forint. Tehát ügyesek vagytok, hogy nullából így tudtok gazdálkodni. Igyekszünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. További sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.